Szép estét kívánok mindenkinek, március 6-a hétfő van, elérkezett Gyöngyös Ma című műsorunk, és ha valaki figyelte a Mátra Múzeum Facebook oldalát, akkor már láthatott bizonyos felhívásokat, hogy hamarosan valami érkezik. Ennek kapcsán fogok beszélgetni Bárinné dr. Gál Edittel, a Mátra Múzeum igazgatójával, hiszen 3,5 millió forintot nyertek virtuális tárlatra. Így van, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok. Valóban, és ez nagyon nagy örömünkre szolgált, ugye ebben az évben van Petőfi születésének 200. évfordulója, és ennek kapcsán a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 bizottsága lehetővé tette azt múzeumoknak, közgyűjteményeknek, hogy valamilyen módon a Petőfiről, a reformkorról, a reformkor nagyjairól megemlékezzem. Hát mi múzeum révén, mi a virtuális kiállítást választottuk, hogy szeretnénk egy virtuális kiállítással meglepni Gyöngyös lakóit, de főleg iskolásait. Ugye ez a pályázat, ahogy mondtam is, a reformkorról szól. És azért Gyöngyösnek nagyon sok olyan jeles személyisége van, aki a reformkorban és 1848-ban is nagyon sok mindent tett az országért. Ebből az egyik, vagy az egyikük, ugye az Bugát Pál. Bugát Pál, akinek szintén születésének 230. évfordulója lesz ebben az évben. Tehát Bugát Pálhoz nagyon sok minden kapcsolódik Gyöngyösen. A kórház, ugye tudjuk azt, hogy hol született, azért az iskolában is hallják a gyerekek a nyelvújítást, vagy a 48-as forradalomban, ugye, hogy az ország főorvosa volt, és ugyanakkor, bár Vahotról, Bajzáról, Török Ignácról sok-sok mindent tudunk, valahogy mi úgy éreztük, hogy Bugát egy kicsit elsikadt. Bugát személye, Bugát munkássága nincs benne annyira a köztudatban, mint amennyire megérdemelné. És annál is inkább felmerült ez bennünk, hiszen a Mátra Múzeum gyűjteményében ugye ott vannak a Bugát bútorok, a Bugát hagyatékok, amit az 1960-as években Széchenyből kerültek a múzeumba. Úgyhogy mi ezen a pályázaton, és ugye az elnyert 3,5 millió forinttal, mi lehet, hogy magam felé hajlik a kezünk, de azt mondom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas, mindenkit megdolgoztató, és szerintem a fiataloknak is nagyon tetsző interaktív kiállítást vállaltunk. Amit jól tudom, csinálunk, hogy hamarosan el is indul, hiszen talán már a hétvégén látható lesz. Reméljük. Reméljük, valóban az utolsó, a legutolsó mozzanatok vannak hátra. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy olvassa a Facebook oldalunkat, mert nagyon nagy betűkkel fogjuk hirdetni, hogy ugye elindul ez a virtuális kiállítás, amiben sokan dolgoztak. Tehát nem akarok mindenkit felsorolni, de ugye ennek a szerzője, a forgatókönyv szerzője az Jónás Ágnes kolléganőm, történész kolléganőm volt, és sikerült fiatalokat megnyerni arra, hogy tényleg egy olyan programot állítsanak össze, ami a fiatalok igényeit szolgálja, ami mozog, ami beszél, ahol játszani lehet, ahol kvízek vannak, ahol több ismeretet lehet szerezni, és mi reménykedünk abban, és ez ezért is jött létre, hogy az iskolákban is fel tudják ezt használni a tanmenetben, és ugye a tanórákon, amikor a gyerekek a reformkorról tanulnak. Igen, itt éppen említetted, hogy mozog, beszél, és a mai fiataloknak talán már nem annyira izgalmas elmenni egy olyan múzeumban, ahol ki vannak állítva tárgyak, mert egyszerűen a felgyorsult világukban annyira már nem fogadják be. Viszont ezek az interaktív kiállítások tényleg eljutnak hozzájuk. Itt beszélgetünk már arról, hogy interaktív lesz, érdekes lesz, nyilván ne áruljunk el mindent, de mégis aki ellátogat erre a kiállításra, mire számíthat? Megismerheti belőle Bugátnak az életét, és valóban azt mondom, hogy játékos formában. Hiszen ő egy nagyon nagy kaliberű ember volt, tehát már az, hogy Gyöngyösön született, ugye ez hozzánk köti. Aztán utána orvos lett, aki az orvosi egyetemen is azt vallotta, hogy magyarul kell az
leendő orvosoknak megtanulniuk, hiszen az, akit ápolnak, akit gyógyítanak, attól nem elvárható, hogy tudjon latinul. Tehát nekik magyarul kell elmondani, hogy mi bajuk van, hogy milyen gyógymódokat lehet alkalmazni. Ugye ő volt az, aki, és ez is látható majd benne, aki a Természettudományi Társulatot megalapította. Ő volt az, aki létrehozta a természettudományi szóhalmazt, tehát ugye ezt tudjuk Bugátról, és ez a reformkornak egy ilyen mozgalma volt, ez a szóalkotás, a szócsintan mozgalom, és persze születtek benne valami frenetikus szavak is, tehát azt hiszem, azt mindannyian tudjuk, ez a gőzpöfögészeti tovalöködönc, ami ugye a vonat volt, de azért születtek olyan szavak is, amiről talán nem is sejtjük, hogy akkor keletkeztek, Bugát révén keletkeztek, és a mai napig használjuk. Tehát a gyógyszer, gyógyszertár, földgömb, a heveny, vagy a tanár. Az ez ilyen mind Bugát? Igen, ez mind Bugát, és hát sorolhatnánk nagyon-nagyon hosszan. Igen, voltak olyan szavak, amelyek kiestek a köztudatból, és elfelejtettük, viszont vannak olyanok, amik az ő nevéhez kapcsolódnak, és a mai napig ezeket használjuk, és beépült a nyelvünkbe. Ezt is megmutatjuk játékos formában, hogy hogyan is készült ez, hogyan csinálta ő ezt. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy 1848-ban ő az ország főorvosa lett. És amikor a szabadságharcot leverték, akkor neki bújdosnia kellett, és ő ide jött vissza Gyöngyösre. És a Ferences rendházban, a rendházfőnök szobájában bújdosott mindaddig, amíg kegyelmet nem kapott. Ugye orvosnak már nem térhetett vissza, tehát ő városmajori házába telepedett le, és hát élete végéig nagyon aktívan foglalkozott például a finn nyelvekkel, a finn-magyar kapcsolatokkal, de kertészkedett, ugye a gyökértetű, a peronoszpóra kimutatása az ő nevéhez is fűződik, és ugyanakkor, ami nagyon szép dolog volt, hogy mivel nekik feleségével, Almai Vorm Erzsébettel nem születhettek gyermekeik, így 6 fiú és 2 lány csángó gyermeket neveltek föl, és adtak a kezükbe, hát az egyiknek újságírói, a másiknak mérnöki, és két fiúnak pedig kicsit ilyen földtudományi képzéseket és ismereteket. És ugye tőlük maradtak meg azok a bútorok, amik elkerültek hozzánk a Mátra Múzeumba. Tehát nagyon-nagyon érdekes az ő élete, érdekes az ő családja. Ugye Rottenbiller Lipót volt a sógora, aki 1848-ban Pest polgármestere volt. De az unokahúgának Széchenyi István fia volt a férje. Tehát egy nagyon-nagyon sok családdal, sok neves családdal összefonódó élete volt, mind a mellett, hogy ha megnézzük az ő tudományos munkásságát, hát ez egy ilyen abszolút polihisztorság. Igen, abszolút azon gondolkodtam, hogy nagyon izgalmas volt az ő életútja, nagyon sok mindent köszönhetünk neki. Mi lehet az oka, hogy ő mégis ennyire eltűnt a köztudatból, vagy kevésbé foglalkoztunk vele? Amikor ő megírta az úgynevezett szócsintant, tehát a természettudományi szóhalmazt, akkor volt elismertsége csúcsán. Tehát akkor mindenki köszöntötte, mindenki elismerte, aranygyűrűt kapott a királytól a munkásságáért. Aztán, ahogy haladtak az évek, és ugye elkezdték ezeket a szavakat fölülvizsgálni, és az akadémián belül elkezdődtek a viták, hogy ó, hát hogy lehet ilyet, hát ennek semmi értelme nincs, hogy miket csinált ő, plusz, ugye 1848 után, amikor ő háttérbe kerül, és konkrétan szinte visszavonul,
és bár felszólal és tart akadémiai előadásokat, de valahogy azt lehet érezni, hogy ma azt mondanánk, hogy mindben kicsit belekötnek. Ezt is cáfolják, azt is cáfolják, és valahogy elveszítette. Nem is a hitét, hanem azt a közeget, amiben ő folyamatosan mozgott, és valóban elfelejtettük. És mi ezért úgy gondoltuk, hogy ez talán az utókornak egy ilyen köszönet az ő munkásságáért. Ezért jó, hogy vannak ilyen intézmények, mint a Mátra Múzeum és ilyen történészek, hogy visszahozzák ezeket a nagy embereket. Aki szeretné megnézni ezt a virtuális tárlatot, mennyire kell sietni? Ez egy tartós, állandó tárlat lesz? Vagy hogyan épül be a Mátra Múzeum mindennapjaiba? Nem, ez majd a honlapunkon lesz elérhető. Folyamatosan, akár többször is lehet nézni, többször is lehet játszani a játékokkal, úgyhogy ez, amikor elindulunk, onnantól kezdve ez 5 évig egész biztos, hogy fönt lesz a honlapunkon, úgyhogy mindenki, a mostani generáció, a 2 év múlva iskolába kerülő gyerekek, vagy az 5 év múlva látni fogják, megnézhetik, és remélem, hogy tanulhatnak is belőle sokat. Tehát a pontos indulásról akkor a Mátra Múzeum Facebook oldalán lehet majd pontos információt, de remélhetőleg a hétvégén az elstartol. Még van néhány percünk, kicsit beszélgessünk akkor a további programokról. Ha jól látom, akkor Gyöngyösön túl kicsit Ausztráliába is látogatunk. Igen, 11-én szombaton 10 órakor, délelőtt 10 órakor nyílik egy időszakos kiállításunk, ugye Ausztrália az elszigetelt kontinens címmel. Ezt a kiállítást mi nagyon-nagyon régóta tervezzük. Azóta, hogy ugye Ausztráliában volt az a hatalmas nagy tűzvész, amely a természeti szempontból óriási károkat okozott, hiszen nagyon sok állatfaj pusztulását okozta, és a tudósok igen féltek attól, hogy olyan egyedek is kipusztulnak, amit nem lehet pótolni. Tehát ami akkor teljesen elvész a természet és a környezet számára, és mi szerettük volna ezeket megmutatni, csak közben jött a pandémia, tehát ez még ugye a pandémia előtt volt, és mi azóta készülünk arra, hogy ezt most már ugyan nincsen tűzvész, és hál' Istennek vége van, és újraépül minden, de azért mutassuk meg, hogy mit is jelentett ez, és milyen ez a kontinens, ami valóban egy elszigetelt kontinens, és valóban élnek rajta olyan egyedek, amelyek csak ott a világon. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy mindenkinek érdekes lesz. Mindenkit szeretettel várunk 11-én 10 órára a kiállítás megnyitóra, de ezt követően is még ez év szeptemberéig meg lehet tekinteni majd a kiállítást. Egyébként a Mátra Múzeum nyilván elhíresült a mamut csontvázról, a természettudományi pavilonról, ami fantasztikusan néz ki. Milyen célt szolgál például egy ausztráliai kontinensnek a bemutatása? Kicsit bevonzani azokat az embereket, akik már jártak a múzeumban, és felkelteni a figyelmüket, kicsit nyitni a világra, kicsit oktatni. Mi az alapvető hitvallása vagy célja a múzeumnak? A mi gyűjteményünk, természettudományi gyűjteményünk az nem csak úgynevezett magyar gyűjtemény, hanem világgyűjtemény. És valóban például ezzel az Ausztrália kiállítással az volt a célunk, hogy kicsit felkeltsük az emberek figyelmét, kicsit felrázzuk őket, hogyha van egy ilyen hatalmas nagy természeti pusztítás, mint amilyen ott volt, annak igen, áldozatul esnek a lakóházak, leégnek az erdők, de a biológiai sokféleség is áldozatul eshet. És fölhívni arra a figyelmet, és megtanítani, főleg a fiatalokat, de az idősebbeket is, mindenkit, hogy miért is kell a mi természetünket óvni és védeni. És valóban valahol fellobban egy láng, vagy jön egy árvíz, és az pusztíthat el olyan fajokat, amelyek utána nem pótolhatóak. És minden ilyen pusztulás az valahol az emberiség történetébe is belejátszik. Úgyhogy reméljük, hogy aki eljön hozzánk és ezeket megnézi, az valóban elgondolkodik ezen, és rádöbben arra, hogy mi ezt a földet, ezt csak kölcsönbe kaptuk, ezt nekünk meg kell őrizni.
Hát ezt mutatják azok a szélsőséges időjárási jelenségek is, amik ugye most a tengeren túlon tombolnak, és hát talán ez olyan, hogy a pillangó megrebegteti a szárnyát is valahol. Nagy szélvihar keveredi. Tehát, hogy azért Ausztráliában történik, nincs közel hozzánk, de hatással van ránk is. Abszolút, igen, ez így van. Ez így van, és erre figyelnünk kell. Köszönöm szépen, és akkor mindenkinek ajánlom, hogy a Mátra Múzeum Facebook oldalát kicsit böngészze. Nagyon szépen köszönöm, és én is hívok, várok mindenkit Facebook oldalra is, és a kiállításra is. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, Gyöngyös Mával legközelebb holnap ugyanebben az időben jelentkezünk, viszontlátásra.